Köszöntöm a kedves nézőket, jó estét kívánok! Ön a Kisebbségben című műsorunkat látják. A mai adásunkban fogunk beszélgetni egy olyan békés demonstrációról, de nevezzük inkább megemlékezésnek, amelyet Heves megyében szerveznek a rasszizmus ellen. Egészen pontosan február 23-án délután 17 órától Kálba várnak mindenkit, de hogy kiket is és miért, azt majd a vendégeim fogják elmondani önöknek. Nagy szeretettel köszöntöm Lakatos Oszkárt, aki az Országos Roma Önkormányzat képviselője és a Lungodrom Heves megyei elnöke, illetve Szőcsi Lajos urat, aki a Heves megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök helyettese. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Beszéljünk akkor egy kicsit rögtön így a műsor elején erről a bizonyos megemlékezésről, amelyet már említettem a kedves nézőknek, és Kálba szerveznek. Miért is, és kiket várnak ide elsősorban? Hát, hogy miért, ugye az nyilvánvaló, hiszen az elmúlt évek során sajnos tudomásom szerint 19 olyan roma származásúakat ért támadás, akik ugye a rasszizmus miatt életüket vesztették. Ezek között volt egy kisgyerek, azt hiszem egy ilyen 5-6 éves körüli gyermek, akit Csorba Robikának hívtak, illetve az édesapját, mindkettőjüket a rasszisták megölték, de hát nem is megölték, hanem inkább az ilyen kivégzésnek nézett ki. És hát ez miatt szeretnénk megemlékezni, de ez úgy néz ki, hogy most már minden évben április 23-án meg fogunk ezekről az emberekről emlékezni, és nem élem, merem remélni, hogy már csak ezekről kell, és nem lesz több roma a rasszizmus áldozata. Hát, kiket várnak egyébként ide elsősorban? Minden olyan embert, aki együtt tud érezni velünk, és aki a rasszizmust megveti Magyarországon. Tehát minden olyan embert. Többek között ott lesz a Lakatos Oszkár úr, illetve a megyei cigány önkormányzat elnöke, Pusoma Jenő, íróköltő, és hát remélem, hogy nagyon sokan el fognak jönni. Nem csak romákat várunk, várjuk a többségi társadalom tagjait is, akik nem értenek egyet a rasszizmussal. Ezen a téren egyébként milyen tapasztalatok vannak országos szinten? Tehát, hogyha azt nézzük, akkor Magyarországon mit látnak önök, vagy mit gondol ön, hogy a rasszizmus az mekkora méreteket öltött? Hát sajnos nem kívánok pártokat megjegyezni, de egyre több a szélsőséges nézeteket való ember, a nemzeti szocialista eszmék mellett egyre többen kiállnak, tehát nyilvánvaló, hogy a gazdasági válságot követően az emberek, a nincstelenség, a gazdasági kilátástalanság, lakásuk elvesztése a szélsőséges, nagyon sok embert a szélsőséges irányba terel. De én úgy gondolom, hogy Magyarország mindig is demokratikus ország volt, és előbb-utóbb a jelenlegi demokratikus erőknek egységesen föl kell lépni az új náci eszmékkel kapcsolatosan, hiszen unió tagok vagyunk, és én úgy gondolom, hogy ezek a roma gyilkosságok is úgy történtek, hogy tehát személyes motiváció úgy, hogy nem is ismerték azokat az áldozatokat, akiket megöltek. Tehát ez nem volt, ez egyértelmű rasszista indíték. Tehát, hogy öljük meg a cigányokat, az hasonlít a holokauszthoz, amikor származások miatt embereket égettek el, és embereket gyilkoltak meg. Ami egy demokratikus országban nem megengedhető. Tehát azt szeretnénk ezzel a megemlékezéssel, hogy többségi társadalom számára is bebizonyítsuk azt, hogy csendes demonstrációval, megemlékezéssel nem felejtjük el azokat a dolgokat, ami a második világháború és napjainkban történtek.
Nyilván említette, hogy mi a cél a megemlékezéssel, és akkor itt adódik a kérdés, ha már az országos helyzetet áttekintettük, és az országos helyzetről beszéltünk, hogy Heves megyében mik a tapasztalatok. Ugye tudunk bizonyos esetekről, ön is említette a megemlékezés okát, de ezen kívül ugye hétköznapokban tapasztalnak-e bármit, vagy jut-e önhöz esetleg vissza olyan jelzés roma családoktól, ami negatív? Természetesen, de hát nagyon sok szor, de hát lehet azt mondani, hogy napi szinten megkeresnek roma családok, hogy például önkormányzatban is nagyon sok ilyen tapasztalat van, hogy már egyáltalán nem is akarnak foglalkozni a romákkal, és sőt, nem nevezhetem meg ugye azt a kapitányságot, ahol most is jelen pillanatban kapitányság két rendőr ellen eljárás indult a napokba, tehát földjelentést tettek a romák, hiszen visszaélnek a hatalmukkal. És olyan szavakat használtak, hogy már régen föl kellett volna égetni benneteket. Tehát ha egy rendőr példát mondok, intézkedik, akkor tartsa be ő is a törvényt, tartsa be a jogszabályokat, hiszen itt egy majdnem falopásról van szó. De hát nem történt meg a falopás. Üres volt a kocsi, és ennek ellenére lefoglalták a kocsit, eljárást indítottak ellene, de hogy mi ellen, szerintem nem derült ki, mert fát nem lopott. És tettek bántalmazták. És bántalmazták a helyszínen, nem is kicsit. De hát boltokban is volt már ilyen megnyilvánulás. Gyöngyös Patáról meg nem is beszélek, hogy a romákat nem is nagyon akarják már boltokba kiszolgálni, kocsmában nem akarják kiszolgálni. Tehát rengeteg ilyen eset van. Heves megye az meg most nagyon-nagyon, hát elég nagy a rasszizmus Heves megyébe. És megkerestek már egy néhányan Egerből, és más településekről is, hogy a megyei cigány önkormányzat adjon egy igazolást, hogy Heves megyében van-e rasszizmus. Igen, adunk igazolást, mert nem tagadhatjuk el, van rasszizmus. És szerintem Heves megyében több, mint más megyébe. Tehát elég, tehát erősebb a rasszizmus. És akkor mit gondolnak, mit lehet tenni ez ellen a helyzet ellen? Hogyan lehet ezt orvosolni, megoldani, vagy legalább elindulni egy olyan úton, hogy elinduljon egy változás pozitív irányba, hogy ne legyen ilyen eset, és ne forduljon elő több olyan, ami miatt megemlékezést is szerveznek? Hát az Országos Roma Önkormányzat aláírt egy keretmegállapodást a kormánnyal, és ennek alapján jövő hónapban 100 szociális munkás hölgy kerül iskolákba, és ezek intézményeknél fognak dolgozni, családátogatás lesz a munkájuk, tehát kísérni fogják a gyermekeknek a fejlődését, az otthonit és az iskolait, hogy hogyan felelnek meg az iskolákban, intézményekben, milyen magatartásuk van, meg megfelelnek-e azok a normák, amit az intézmény elvár tőlük. Ebben az évben várhatóan közel 1000-1200 embernek tud majd főállású munkát adni az Országos Roma Önkormányzat a keretmegállapodás keretein belül. Ebben lesznek főiskolai, egyetemi felzárkóztató programok, és lesznek lehetőségek arra is, hogy ha valaki nem végezte el az érettségit, akkor el tudja azt végezni. Tehát ezek ingyenes képzések lesznek, és a cél az, hogy minél több roma származású embert munkába állítsunk. Ezáltal próbáljuk ezt a többségi társadalom és a nemzeti cigány kisebbség közötti konfliktust, meg a sztereotípiákat csökkenteni. Mert egyébként ilyen téren is vannak problémák, tehát tapasztalják azt is esetleg, hogy nem szívesen alkalmaznak roma embereket, még akkor sem, hogyha megfelelő szakképesítés az adott munkára éppen megvan és rendelkezésükre áll? Ez nagyon-nagyon jó kérdés, ugyanis tehát a szociális munkás képzéshez kapcsolódóan 10 főállású adminisztrációs munkát végző szemét vettünk föl, és hihetetlen, de van egy hölgy, Halmaugrán,
Lakatos Rozáliának hívják. Két diplomával rendelkezik, három nyelvet beszél, de tehát felsőfokú vizsgával, japán, angol, német, és most járja a harmadik diploma, jogi diplomát akar végezni, úgyhogy őt fölvettük erre az állásra, de nagyon sok a, tehát most a 10 főből azt mondom, hogy 8 minimum érettségizett, szakközépiskolát végzett, stb. De egyébként két diplomás van ebbe a csapatban. Ez lehet ugye az egyik oldal, és mi lehet a másik? A hatóság oldaláról például lehet-e akár együttműködéssel segíteni ezen a helyzeten? Én egyetértek a Lakatos Oszkár elméletével, de viszont én úgy gondolom, hogy azzal, hogy például itt van ez a keret megállapodás, hogy 4 óra hosszában ugye a romákat akár önkormányzat, vagy akár más szervezet tudja alkalmazni. Én nem látom ebbe azt, hogy így, tehát ezen a szinten majd megszűnik a rasszizmus. Én úgy gondolom, hogy abban az esetben, tehát ha a kormány olyan rendeleteket, olyan törvényeket hozna, ami maximálisan ezeket az embereket megbüntetné, akik ilyen szavakat használnak. És ugye, hogyha hatóság is, vagy az intézkedő rendőr is betartaná a jogszabályokat, vagy valamilyen olyan dolgot kitanálna a kormány, hogy be kellene tartani neki is a törvényt, tehát az intézkedésnél is, meg minden egyéb másnál, akkor lehet, hogy a rasszizmust egy kicsit visszább lehetne szorítani. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy most a roma ember elmegy 4 óra hosszába dolgozni, attól még Magyarországon nincs biztonságban. És én nem, de hát kell természetesen a munkahely, de nem 4 óra hosszába. De hát munkahely teremtéssel kéne a kormánynak foglalkozni, hogy Magyarországon minél több olyan gyár legyen, vagy olyan munkahely lehetőség, ahova romák is el tudnak menni dolgozni. Én nem értek azzal sem egyet, hogy nemzetiség. Én cigányember vagyok, nem roma, és azzal sem értek egyet, hogy nemzetiség. Mi magyar állampolgárok vagyunk, Magyarországra születünk, a mi őseink, nagyapáink ugyanúgy építették Magyarországot, mint a többségi társadalom bármelyik tagja. De hát én magyar állampolgár vagyok, és nem nemzetiségi. Tehát én ezzel sem értek egyet. Én úgy gondolom, hogy ez, hogy most valaki azt mondták a cigányokról, hogy nemzetiségi, ezzel megkülönböztetnek minket. Egyenjogúság kellene, az, ami Magyarországon hiányzik. Azt tudjuk, illetve tudom, hogy készülőben van egy együttműködési megállapodás Heves megyében a rendőrség és önök között. Hogyan képzelik majd el ennek a további működését, illetve vannak-e már konkrét tervek arra vonatkozóan, hogy ez a megállapodás, ez az együttműködés majd hogyan valósulhat meg? Pár hónappal ezelőtt egy együttműködési megállapodást kötöttünk a Heves megyei rendőrfőkapitánysággal, ami, hát én úgy gondolom, hogy Ormosi Attila rendőrfőkapitány úrral nagyon szépen összeraktuk ezt a megállapodást, csak ugye én hiányolom a tartalmi betartását. Hát ugye van egy megállapodás, amiben van egy tartalom, ugye azt be kéne tartani mindkét félnek. Én, tehát azt is tudni kell, hogy törvény lett, azt hiszem, hogy törvény lett már az is, hogy minden kisebbségi, települési kisebbség önkormányzatnak meg kell kötni a kapitányságokkal, az adott térségi kapitányságokkal a megállapodást. Én nagyon is szeretném ezt a megállapodást, hiszen én voltam rajta pár hónappal ezelőtt, hogy legyen egy megállapodás a Heves megyei rendőrfőkapitánysággal. De a hallottak után, hát amit látok itt Heves megyébe, és szerintem ez nem csak Heves megyei probléma, hanem országos, hogy az intézkedő rendőrök nem tartsák be törvényeket. Én azt javasolnám jelen pillanatban a kisebbség önkormányzatoknak, mielőtt megállapodást kötnének bármelyik területi rendőrkapitánysággal, keressék meg a Heves megyei cigány önkormányzatot, kérjék ki a véleményünket, mert én úgy gondolom,
hogy minden olyan dolgot le kell rögzíteni megállapodásba, hogy ne lehessen például az intézkedő rendőrnek megverni a roma embert, tehát ahhoz nagyok kelljen, hogyha valakit meg kell verni, hiszen ha esetleg ellenáll, akkor természetesen annak is megvan a bizonyos törvénye, hogy hogyan és miként lehet ugye az ellenállót nem is tudom, hogy szokták ezt letartóztatni vagy elővezetni. Hát én azt javaslom, hogy ne kössék meg addig a megállapodást, tehát beszéljünk meg mindent, és hogyha minden jó megy, akkor én össze fogom hívni a Heves megyei települési kisebbség önkormányzat elnökeit és koordinátorait, és tájékoztatni fogom azokról a dolgokról, amit én tapasztalok. És akkor össze fogunk rakni egy olyan megállapodást, ami tényleg mindkét félnek megfelel, én csak azt fogom kérni minden kapitányságtól, hogy tartsák be a törvényeket, és annak a tartalmát, amit mi megkötünk megállapodást, az haladéktól is hiánytalanul legyen betartva. Adjanak lehetőséget arra, hogy például a koordinátorok vagy a kapcsolattartók ott lehessenek bizonyos dolgokba, és ugye mi történik? Letartóztatnak egy roma embert, a rendőr megüti, a roma azt mondja, a rendőr azt mondja, hogy azért ütöttem meg, mert ellenállt. De ezt nem látta senki. A roma azt mondja, hogy nem igaz, nem csináltam semmit. És én ezeket szeretném elkerülni, hogy ennek a koordinátornak az volna feladata, hogy igazságosan, tisztességesen jelentse felénk, vagy a kapitányság felé, hogy igen, az előállított személy kiment érte a rendőrség, ellenállt. Vagy nem csinált semmit, de a rendőr drasztikusan lépett fel. Nyilván ezek már majd, ha kialakul ez az együttműködés, akkor részleteiben fontosak lesznek, viszont abban akkor egyetértenek, hogy egy ilyen együttműködés nagyot lendítene előre azon az ügyön, amin dolgoznak. Igen, egyértelműen, főleg akkor, hogyha kölcsönös együttműködésről beszélünk. Tehát az, hogy bűnmegelőzés legyen, az mindenki számára fontos. Az, hogy a településeken ne legyen bűnözés, az egész ország számára fontos. Az, hogy a cigány nemzetiséghez tartozó személyek kizárólag csak abban az esetben legyenek büntetők. Itt beszélek a kiskocsi húzásról, hogy a bicikliért 20 000 forintokat büntetik őket. Tehát olyan dolgok, ami azért furcsa számomra, hogy amit a magyar többségi társadalom tagjaival nem tesznek meg, nem ég a lámpa, azt mondják, hogy javítsa meg, tovább engedik. A romákkal szemben viszont súlyos büntetéseket szabnak ki, tehát ha azt akarja a rendőrség, hogy a roma nemzetiségi vezetők, koordinátorok a saját településükön tegyenek rendet, akadályozzák meg a bűnözést, segítség a prevenciót, az azt jelenti, hogy kölcsönösen együtt kell, hogy működjenek. Tehát az hogy ugyanazok a dolgok 10 éve előfordulnak, nem változnak semmit, tehát az nem teljesen jó. Ugyanakkor azért az örvendetes, hogy egyre több hír jelenik meg az interneten és az országos sajtóban arról, hogy egyre több például már a cigány rendőr is, akit konkrétan alkalmaznak különböző kapitányságokon. Tehát akár ez is lehetne még egy jó út, de hát nyilván ez már majd az együttműködésnek lesz a további menete. Amiről fontos lenne még beszélnünk, az egy olyan hír, hogy nem működőképes a Heves megyei cigány kisebbségi önkormányzat. Mi ennek az oka, mi vezetett odáig, hogy ezt ki kell, hogy jelentsük, vagy ki lehet jelenteni? Hát sajnos ez a hír, ez valós. Igen, nem működik a Heves megyei roma nemzetiségi önkormányzat, most már így hívják, igen. Hiszen az a helyzet, hogy nem tudjuk magunkat fenntartani, de hát pénzhiányba szenvedünk. Több alkalommal kértünk a megyei önkormányzattól, megyei közgyűléstől segítséget, és 2011-ben is beadtunk egy programot, nem kaptunk rá semmiféle segítséget, nem kaptunk rá semmiféle támogatást. Ebben az évben is tudomásom szerint elnök úr tárgyalt a Heves megyei közgyűlés elnökével,
sajnos negatív lett a válasz, de... Nem lehet, hogy a rossz anyagi helyzetre hivatkoztak, hiszen ugye tudjuk, hogy igen, a rossz anyagi helyzetre hivatkoztak, de én úgy gondolom, hogy nem milliókat kért a Heves megyei roma nemzetiségi önkormányzat. Azt kértük, hogy azokat az, tehát a törvény adta feladatokat lássák el, ugye velünk kapcsolatosan. Ugye itt a törvény előírja, hogy irodahelység, tehát személyi és tárgyi feltételeket biztosítania kell, nem csak a megyei cigány önkormányzatnak, minden települési kisebbségi önkormányzatnak a részére. Ugye ez egyenlőre még nincs. Tehát tavaly sem volt, úgyhogy ezért sem tudtunk igazán dolgozni. Én múlt héten azt hiszem volt egy testületi ülésünk, ahol a Heves megyei közgyűlés elnök helyettes a dr. Gondos István is jelen volt. Én utána elnök urat fölhívtam a testületi ülés után, kaptam egy ígéretet, hogy ő fog beszélni Heves megyei közgyűlés elnökével, és megpróbál segítséget kérni a számunkra. Én hiszek a Gondos úrban, de hát én úgy gondolom, hogy az alelnök úr, amit még eddig mondott, az mindig is úgy volt. De hát én őt ismerem, én csak vele tudok tárgyalni, és hiszek abban, amit ő mondott, és bízom benne, hogy egy lungodromos Heves megyei nemzetiségi önkormányzatot fognak támogatni, hiszen ugye a lungodrom, meg a Fidesz, én úgy gondolom, hogy szövetségesek is közel 20 éve együtt dolgoznak. Hát bízunk benne, hogy akkor mindez megvalósulhat. Még ami, igen, ezt telefont ki kellett volna kapcsolni, még a felvétel előtt semmi probléma. Még térjünk vissza akkor egy kicsit erre a megemlékezésre, amiről a műsor elején beszélgettünk, méghozzá arra, amit ugye Kálba szerveznek majd február 23-án délután 17 órára. Akkor még egyszer mondjuk el, hogy hová várnak, kiket, és mi lesz a menete ennek a megemlékezésnek, tehát akik elmennek ide, azok mire készüljenek. Ezt Lajos tudja megmondani, ő a főszervező. Hát, mint ahogy az elején is elmondtam, ugye azt már nem akarom még egyszer elismételni, hogy mi miatt, mert arról beszélhetnünk szerintem egy egész napot, de hát meg szeretnénk emlékezni azokról a roma elhunytakról, akiket hát én nem nevezném megölésnek, hanem kivégeztek a Magyarországon a rasszisták, és minden olyan embert várunk Kálban, a házasságkötőteremben, aki együtt tud érezni meggyilkoltak családjával, és aki nem ért egyet a Magyarországon jelenleg nagyon elszaporodott rasszizmussal. Ez a tanácsteremben lesz megtartva, és akkor a vége fele mindenki gyertyát fog gyújtani, kivonulunk, Kálnak van egy ilyen úgynevezett főtérje, oda fogunk kivonulni, mindenki meggyújt egy szál gyertyát, elmondunk egy imát, és akkor mindenki mehet haza. Ez egy nagyon békés, szándékú megemlékezés. És mindenkit szeretettel várunk, de hát nem csak romákat, többségi társadalomból is szeretném, hogyha azok az emberek eljönnének, és támogatnának minket az együttérzésükkel. Én azt kívánom önöknek, hogy akkor ez a harc, amit elkezdtek a rasszizmus ellen, ez sikeresen végződjön. Remélem, hogy sikerrel járnak. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltak és eljöttek. És én itt szeretnék Setét Jenőnek köszönetet mondani, azért, hogy ennyi sokat segít minket, és mindenben együttműködik velünk. Köszönjük szépen. Reméljük, hogy eljut hozzá az üzenet. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltak. A kedves nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt már a Kisebbségben című műsorunk. Legközelebb is tartsanak velünk, és ha tehetik, akkor a folytatásban is választák a TV Eger műsorát. Minden jót, viszontlátásra!